Tulajdonképpen ez a figura, ez egy tudós ember, ő egy feltaláló, aki 1934-ben van a darab jelen idejében, tehát a sztálinista diktatúrának a legsötétebb időszakában, és pont ez vezeti arra, hogy ő föl akarja találni az időgépet, meg meg van róla győződve, hogy bármilyen máskor csak jobb lehet, mint az a kor, amiben élni kényszerül. És aztán elindul egy utazás, amiben az ő összes frusztrációja kivetül az utazásban szereplő emberekre. Az Iván a rettentő igazából szerintem egy zseniális alapötlet és alapszituáció, amit a szerző megteremt ezzel a helycseres támadás ötlettel, hogy a 30-as éveket összecseréli a középkorral, és egy házmestert összecserél egy cárral. Ez annyira sok helyzet komikumnak és közben filozófiai kérdésnek egyaránt megágyaz, hogy nagyon csábító és nagyon ízig-vérig színházi felvetés. Én azt gondolom, hogy nagyon látványos előadás lesz, én nagyon imádom a díszletet is. Egy ilyen nagyon izgalmas tér, többszintes tér. A jelmezek is gyönyörűek, tehát abszolút 30-as évek, nagyon szépek a hajak, mint ahogy az már látható. A smink az egy kicsit ilyen filmnoáros, most az alap az egy ilyen fehér, ami most látható rajtam. Erre még egy elég nagy smink fog kerülni, amit majd nem sokára meg fogok csinálni. Egyrészt inspirált is, hogy kicsit hozzátegyek betéteket, kicsit a dialógusokat felfrissítsem, másrészt pedig kívánja is az alapanyag, hogy a mai szemnek is, mai fülnek is ismerősebb és fogyaszthatóbb legyen. Az a hihetetlen előnye van, hogyha a szerzővel együtt dolgozunk, hogy ő a szövegnek a szövetét nagyon jól tudja irányítani ahhoz, amit éppen a színpadon lát. Tehát, hogyha azt érzi, hogy ide még kell valami, akkor a következő napra találjon egy új jelenet, amivel ki tudunk egészíteni egy létező jelenetet. Egy rendszerben egy kis ember, de mégis fontoskodó és a rendszernek megfelelő személy, aki tele rettegéssel, frusztrációkkal létezik. A másik oldalon pedig Iván cár maga, egy hatalmaskodó cárról beszélünk, aki hát mindennek is az ura, és hát ez a két személy keveredik az előadás során. Egy olyan anyaggal foglalkoztunk, amiben iszonyatosan sokféle síkon történnek a dolgok. Nagyon jól éreztem magam a próba folyamat alatt, mindenki nagyon kedves volt. Az egész szerkesztési technika rendkívül kreatív, és szerintem olyan helyzetek vannak benne, amivel nem sűrűn találkozhatnak színházakban. Mai nap is, a jövőben, a múltban, mindenhol ott vannak azok a bizonyos típusú emberek, akik a saját képükre akarják formálni a világot, akik áskálódnak, akik naívak, akik mindig elnyomottak, és ez szépen látszik, hogy minden egyes korban ott van. Ez egy álom. Ez szinte az egész előadás, nagy része, és sokat játszunk azzal, hogy ezt az álmot úgy teremtsük meg, hogy filmes eszközökkel, hirtelen fényváltásokkal, betétekkel élünk, és bízom benne, hogy sikerül egy olyan ritmust szervezni ennek a darabnak, hogy az a fiatal korosztálynak is befogadható legyen. Nyilván, aki ebben a korban élt, nekik biztos sokat fog jelenteni majd ez az időszak. Ugyanakkor igyekszünk mindezt oldani humorral, és hát vélhetőleg egy fergeteges vígjátékkal fog találkozni a néző.